Aki éppen Fehérgyarmat környékén jár, nem is olyan sokára, annak is tudunk egy nagyon jó programot ajánlani, hiszen a 16. gyarmati vigasságok jön majd a sorban, úgyhogy ezzel kapcsolatban Fehérgyarmat polgármesterét köszöntöm a stúdióban, dr. Péter Csaba, üdvözlöm! Én is üdvözlöm nagy szeretettel, és a kedves tévénézőket is. Ugye mi már itt beszélgettünk a felvételen kívül, hogy hogy állnak, gondolom már az utolsó pillanatoknál tartanak, az utolsó simításokat végzik a fehérgyarmati vigasságokkal kapcsolatban. Meséljen nekünk egy kicsit a rendezvényről, 16. alkalommal rendezik meg, úgyhogy gondolom azért van már rutin benne. Így van, ez 16. alkalommal kerül megrendezésre, és természetesen mindig próbálunk valami újdonságot azért belecsempészni ebbe a rendezvény sorozatba. Én azt gondolom, hogy egy olyan rendezvényről van szó, amely egyaránt ötvözi a fesztivál hangulatot, illetve a hagyományőrzést, hiszen azért tudni kell, hogy honfoglaláskori játékok is szerepelnek a programok között, illetve most már harmadik éve, most már negyedik éve lesz, ha elkezdtük a gyerekeknek egy pöttömkert nevezetű játszóteret kialakítani, ami azt jelenti, hogy ott gyermekprogramokat, tehát előadásokat, arcfestés, kézműves foglalkozást tartunk, amely nagy népszerűségnek örvend a gyermekes családok körében. Ezt abszolút nem csodálom, de nagyon jól kitalálták a pöttömkert nevet, én mikor olvastam, határozottan mosolyra húzódott a szám. És ugye Kelet-Magyarország legnagyobb mini fesztiválja is megrendezésre kerül, ennek pedig az a neve, hogy Oldalvágány. Így van, az Oldalvágány is egy sajátossága a fehérgyarmati vigasságoknak. Azt kell róla tudni, hogy ezen a rendezvényeken feltörekvő vagy alternatív zenekarok mutathatják meg magukat, illetve tudásukat. Ez egy sajátos színfoltja ennek a rendezvénynek. Tehát akkor tulajdonképpen a megyében lévő, úgymond amatőr zenekaroknak ez egy bemutatkozási így van, lehetőség. Így van. Ez mindig helyet biztosított, illetve természetesen már úgymond befutottabb zenekaroknak is helyet biztosít, mert arra is igény van azért, hogy aki szereti az ilyen jellegű zenei élményt, ők is ezt megkaphassák. És kikre számíthatnak fellépőként a 16. gyarmati vigasságokon? Hát én azt gondolom, hogy a szombati napon a legnagyobb név a Kowalski és a Vega lesz, tehát tulajdonképpen az ő koncertjük lesz a habatortán, hogy azt mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy a Kowalski előadásra nagyon sokan el fognak jönni, és nagyon sokan kíváncsiak lesznek, nem csak Fehérgyarmatról, hanem messzebb vidékről is. De természetesen nem csak a Kowalski, hanem más zenekarok is jelentős nézőszámot fognak vonzani. Én úgy gondolom, hogy a Margaret Island vagy az Ocho Macho az mindenképpen nagy érdeklődésre fog számot tartani. Csupa-csupa nagy név. Így van, és amit szeretnék elmondani még, hogy ezen kívül természetesen vannak kulturális blokkok is a rendezvényben, tehát azt el tudjuk mondani, hogy a névzenétől kezdve a humoron keresztül megtalálható minden olyan irányzat, amely akár a fiatalabb, vagy az idősebb korosztály, vagy a középkorosztály számára ad lehetőséget a szórakozásra. Az volt a célunk, hogy mindenki találja meg a saját ízlésének megfelelő kultúrblokkot. És még a gyarmati vigasságoknál ugye beszéltünk a pöttömkertről. A pöttömkertben például olyan fellépő lesz, mint az Alma együttes, ugye a gyerekek számára nagyon az szeretik őket, egy igen. Nagyon, nagyon népszerű együttes. Én azt gondolom, hogy mindenki meg fogja találni a megfelelő műsort a maga számára. Sokat szórakoztunk, de még egy dologra azért rákérdezek. Aki szeretne majd jól lakni gyarmati ízekkel, gondolom erre is készülnek. Gasztronómiailag mit akar majd a rendezvény? Így van. Tehát amellett, hogy természetesen vannak vendéglátó egységek, és ilyenkor a vendéglátó egységek is igyekeznek helyi sajátosságokat kínálni, tájjellegű ételeket. Azért azt el kell mondani, hogy az önkormányzatok szervezésében megtörténik egy vadételfőző verseny, illetve egy népi ételfőző verseny, amely külön blokja ennek a rendezvénynek. Itt mindenki ingyenesen természetesen megkóstolhatja ezeket a vadételeket, illetve jó is lakhat.
foglalkozhat vele, illetve a következő napon pedig a népi ételeket. Tehát ez egy olyan plusz, amikor bemutatkoznak különböző csoportok arra vonatkozóan, hogy hogyan is tudnak ők bizonyos vadételeket, illetve népi ételeket elkészíteni, és természetesen ennek a versenynek egy díjazása is van. Minden évben ez zsűrizésre kerül, független hozzáértő emberek által, és így tulajdonképpen a legjobbak jutalomba részesülnek. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk, tehát 16. Gyarmati Vigasságok, augusztus 10-12.